A kereszténység támadás alatt áll, és ez a támadás több oldalról érkezik. Keleten és tőlünk délre keresztény embereket gyilkolnak. Napi szinten átlagosan 12-13-at. A keresztény üldözés a jelenlegi legsúlyosabb emberjogi válság, jelentette ki Azbej Tisztán, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár. Előadásában kiemelte, a világban több mint 360 millió ember van, akiket ártatlanul diszkriminálnak, üldöznek a hitük miatt. A mi küldetésünk, hogy segítsük őket, ugyanakkor van egy olyan feladatunk is, hogy megvédjük Magyarországot azoktól az eszméktől, azoktól a szervezetektől, akik üldözik Afrikában, Ázsiában, a világ más tájékain a keresztényeket. Az államtitkár véleménye szerint a megoldás abban van, hogy a segítséget oda kell vinni, ahol erre leginkább rászorulnak. Ezzel fékezhető a migrációs folyamat. Ezért indította a kormány a Hungary Helps programot, melyen keresztül az adományok eljutnak oda, ahol a legnagyobb szüksége van erre az üldözött keresztényeknek. Hosszú távon az az egyik fő stratégiai elképzelésünk, hogy például a Közel-Keleten, ahol a fegyveres ütközetek és konfliktusok már elkezdtek csillapodni, a közösségeknek a tartós megmaradását szolgáljuk, segítsük azokat az intézményeket működtetni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tömegek ott tudjanak maradni. Ugyanakkor mindezzel együtt Afrika felé kell fordulnunk, mert a véres keresztény üldözés az ott kezdett most egyre súlyosabb helyzetet teremteni. A Közel-Keleten a keresztény népesség aránya riasztó olyan csökkent, mondta Azbej Tisztán. Irakban másfél évtizeddel ezelőtt másfél millió keresztény élt, ez a szám mára alig több mint 200 ezer főre csökkent. A Hungary Helps költségvetése átlagosan 5 milliárd forint körül mozog, de nem egy költségvetéshez szabjuk a támogatásokat, hanem a felmerülő igényekhez, tette hozzá az államtitkár.